Szabó Sebastian 2017-tel ellentétben már nem szerb, hanem ezen a VB-n magyar színekben indult, a magyar csapatot erősíti. Mint elmondta az interjúban, a felkészülése teljesen ugyanúgy zajlott, mintha egyébként az eredeti célállomáson Tokióban, a Szigetországban lett volna a VB, ehelyett ugye itt van Budapesten, a Duna Arénában. Mennyire elégedett az eddigi eredményeivel, azt az Indexnek elmondta. Próbálok mindig edzésben maradni, versenyiramban maradni. Jól is nézett ki eddig. Ez nem olyan rossz idő, de nekem ez a hatodik hely azért nem tetszik egyáltalán. Tegnap jobbat úsztam, biztos voltam benne, hogy még jobbat tudok, de hogy mi történt, annyira nem tudom. De őszintén megmondom, sajnálom, hogy nem tudtam itthon egy dobogóra felállni most az én számomba, de nagyon kiéreztem a pillanatot, és örülök, hogy itt láttam. És mert amikor kijöttem a rajtra, akkor minden megváltozott. Azért amikor hallottam, hogy mennyien vannak, hogy mennyire szurkolnak azért, egy 50-re hideg fel kell állni a rajtkörre, ami nem biztos, hogy most annyira. Mondták az úszótársai tegnap, hogy a közönség jobb volt, mint az úszásotok. Ezt te is így élted meg? Csalódás volt? Közönség hatalmas, én nagyon szeretek itt úszni. Szerintem most itt az 50 pillangóban én nem tudtam úgy úszni, mint tegnap. Tegnap szerintem egy tökéletes úszás volt, és könnyeden is ment, úgyhogy gondoltunk, hogy most ez meglepjük a döntőben, de nem jut össze annyira.